Több mint 100-an vettek részt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezetének évnyitó rendezvényén. Az egybegyűlteket Balait Zoltán polgármester köszöntötte. Az önkormányzat 9 esztendővel ezelőtt együttműködési megállapodást kötött a helyi cégekkel. Ennek megfelelően a városvezető rendszeresen egyeztet a vállalkozókkal, és beszámolót tart a Zalai megyeszékhely gazdasági helyzetéről. Véleményükre és tapasztalataikra folyamatosan számít a közgyűlés. 2014-ben, amikor ezt a közös munkát megkezdtük, akkor Zalaegerszegen 7,5% volt a munkanélküliség. Azóta 4400 új munkahely jött létre, jelenleg a munkanélküliségi ráta 2,6%, és talán a helyi iparozási adó a helyi gazdaság fejlődésének a legjobb visszatükrözője. Nos, 2014-ben 3 milliárd forint volt a helyi iparozási adóbevételünk, és ez 75%-kal nőtt meg néhány év alatt. Most 2022 végére 5,5 milliárd forinttal számolunk. A 2022-es év minden iparágban más-más eredménnyel zárult. Az energia árrobbanás azonban bár különböző mértékben minden munkaadót érintett. Idén nehéz feladat előtt állnak, fejtette ki a megyei szervezet elnöke. 2023-ban mindenképpen meg kell húzni a nadrágszíjat, azt gondolom mindenkinek, hiszen ezeket a magas energiaárakat valahogy ki kell gazdálkodni. Az infláció elég magas szinteket üt meg, ez azt jelenti, hogy az alapanyagok, a szolgáltatások mind drágulnak, és ezt valahogy ki kell termelni. És a legnagyobb kérdés az az, hogy az emelkedő alapanyag árak, működési költségek mellett hogyan tudják ezt érvényesíteni a vállalkozók az áraikban. Ez egy nagyon nagy kihívás lesz. Az már nagyjából látszik, hogy teljes mértékben ezeket az árakat nem fogják tudni, ezeket a költségemelkedéseket nem fogják tudni érvényesíteni az értékesítési árakba. Az élelmiszer és az építőipar, a gépgyártás, a szállítmányozás, a munkaerőpiac, valamint a turizmus vendéglátás képviselői kerekasztal beszélgetésen osztották meg egymással tapasztalataikat, és vázolták a következő időszak terveit.